Üdvözlök mindenkit! Én Lehoczky Péter vagyok, és a másik oldalon azt hiszem kevésbé kell bemutatni. Talán nevezhetem most már barátomnak is, Szentes Róbert. Szia, Robi! A mai nap azért szerettem volna, hogy beszélgessünk. Egy témát hoztam el eléd, a ritka betegségek, amik már nem is olyan ritkák. Ugye kérdőjel a végén. Hát azt tapasztalom, hogy az elmúlt időszakban, mint sok mindenben, ahogy tanított nekünk, eléggé begyorsultak a folyamatok. Itt is azt veszem észre, hogy egyre jobban és jobban, és egyre több és több embert, és legfőképp gyermeket érinti ez a dolog. De hogy mi is ez, csak egy pár mondatban szeretném ezt mindenki számára tisztába tenni. A ritka betegségek, azok örökletes betegségek, és azok közül is, amik a génhibával alakulnak ki. Ezek nagyon a ritka, az azt jelenti, hogy egy a 2000-hez, mondjuk így, de ezeknek a túlnyomó az 60% a központi idegrendszer, és perifériát, azaz a perifériás idegrendszer, illetve páz izomzatot érintő probléma. Tehát izombetegségekről beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy akik ilyen családba születnek, ott én úgy mondanám, hogy ez azért duplázódik, vagy triplázódik, hiszen ezeknek a gyerekeknek az életét minimum egy fő biztos, hogy ki kell, hogy elégítse, de általában a családnak is nagy kihatással van. Csak egy párat említenék a ritka betegségekből, SMA, DMD, azaz Düsen, ALS, diszenkefália, de nem is ezt sorolnám a végletekig, hanem azt tenném föl kérdésként, hogy a mai orvos tudománynak a legnagyobb kihívása ezeket a gén dolgokat kijavítani, hogy ezek a gyerekek ne olyan kevés időt éljenek meg az életükből, hanem legyen esélyük, és a szülőknek is azt látni, amit talán én is, és te is, mint apa, szeretnéd végignézni a gyermekedet, hogy felnövekszik. Abban szeretném a segítségedet kérni, hogy ezeknek a családoknak mit tudsz, mit lehet adni? Milyen olyan felső rend az, ami ebben tud segíteni, és találjuk esetleg eléjük ezt, ha megtennéd. Az a kívás az ilyen dolgokban, hogy emberi életekről van szó, gyermekekről van szó, tehát az érzelmi töltet az nagyon-nagyon dús, egy nagyon erős. Viszont ha megnézzük ezeket a dolgokat egy magasabb síkról, akkor az üzenet itt az, Péter, hogy amit mi problémának nevezünk, az csak egy lecke, az csak egy tanulás, és annak egy lehetősége. Amikor az ember egy fizikai síkon tekint rá dolgokra, akkor fél. Akkor aggódik. Mi lesz a gyermekemmel? Miért történik ez? Egy magasabb síkról viszont az a gyermek azért született le abba a családba, mert rá szeretne mutatni olyan spirituális elakadásokra, amik a szülőket eddig nem, vagy mondom úgy, hogy amiről eddig a szülők nem gondoltak, vagy nem oldották fel. Más világban élünk ma, mint akár 2 évvel ezelőtt is. Felgyorsult az idő, és ahogy programozzák át az egész univerzumon, és benne a humánokat, minket is, ebből a lineáris idő, hogy mondjam, viszonyból megyünk át egy radiális, tehát ilyen spirál időbe. Ez sokaknak nem jelent olyan túl sokat, de az a lényeg, hogy felgyorsult az idő, és olyan dolgok jönnek ki rajtunk, fel jön rajtunk keresztül, amik akár 1 millió éve is el voltak temetve az óceán alján. Ez a tudattalan világ. És az a cél, és egy cél van itt, ha az emberek ezt be tudják fogadni, törzsfejlődés. Oldjuk fel azokat az ősi mintákat, amik egy olyan teremtéshez vezettek, amik nem kívánatosak. Mindent mi teremtünk, azt hiszem, hogy ez az embereknek egyre inkább kezd evidenssé válni, viszont eddig nem mentek a mélységekbe az emberek, nem tudták, hogy az elme, a tudattalan világ az több millió rétegből áll.
Az a lényeg. Ezek a gyermekek fájdalmas, kellemetlen tapasztalásokon keresztül a szülőknek fel akarják hívni a figyelmüket. Valamire, valamikre. Jó, tehát ez a lényeg. És ha kicsit precízebb is szeretnék lenni, akkor arra hívják fel a figyelmüket, hogy lent mélyen az elméjükben feloldatlan traumák vannak. Átküldted a szöveget, és a kérdéseket, tehát Igen. tudom, hogy majd rápusz kérdezek, akkor válaszolok erre, hogy mik itt a bújtatott részletek. Az embereket eddig úgy tanították, hogy elutasítsák az erejüket, a személyes erejüket, a teremtő erejüket, a szexuális erejüket, és ez oda vezetett, hogy egy ilyen feje tetején álló világot teremtettünk. És ezt az égiek próbálják most rajtunk keresztül úgy átdrótozni, hogy menjünk át egy paradicsomi életbe, és ne pedig ebben a sötét világba folytassuk az evickélést. És ezek a gyermekek, ezek a betegségek is arra mutatnak rá, és arra próbálnak rávezetni minket, hogy ha nem tanulod meg a teremtés logikáját, újra és újra fogod teremteni azt, amit nem szeretnél. Oké. Tehát mondhatjuk azt, hogy a gyermek, ahogy te tanítod, egy tükröt mutat a szüleinek a betegségén keresztül? Igen. Igen. Csak ezt te hallottad már tőlem, a kihívás itt az, hogy az ember azt hitte eddig, hogy a viselkedés a tükör. Igen. És tudod, hogy megyünk egyre lejjebb a mélységbe, több tízezer, százezer réteg van az elmének, és lehet, hogy a százezredik rétegben van a tükör. Sokszor a lélek bináris kódjába van a tükör. És ez azt jelenti, hogy hát ahogy említettem, ha gyerek, általában ezek a fizikai síkon el meghalnak, vagy távoznak korán. És sajnos igen. Igen. Ez Tehát ezek egy ilyen opció. 10-20 év, tehát nagyon-nagyon korai az elhalálozásuk, és nyilván a kérdésben ez is, hogy ezt egy szülő, ezt a sokkot, amikor ezt természetesen megtudja, még hogyan tudja kezelni, még hova tud, Igen. egyáltalán be tud-e látni a tükör mögé, hogy csak vagy magát látja, hogy szörnyű ez az állapot, tehát lefagynak tulajdonképpen. Igen. Ez már ilyen nagyon kvantumpszichológia. Tehát itt ezt nem is tudom átadni egy ilyen gyors beszélgetésben. Ez egy, tudod, a 27-es tréningkurzus, az Expert Coach 16-7-es. Tehát ezek a minimumok, amikkel az embernek rendelkezni kellene, hogy fel tudja fogni. Az a lényeg, mondok egy ilyen fontos pillért. Az emberek eddig egy invertált mátrixban éltek. Ez nem titok. Az invertáltság azt is jelenti, hogy amit mi hittünk, az nem volt igaz. Amit mi nem hittünk, az igaz volt. Hát Tehát igen. magyarul az egész világ a feje tetején állt, és sajnos a hiedelmünk nem vallásos, hanem mi azt hisszük, hogy ez a megoldás. Mi azt hisszük, hogy ez okozza ezt meg ezt. Mi azt hisszük, hogy stb. Stb. Csak ebből van több tízezer, és ezek szerint idomul a mi világunk. Az a lényeg itt, hogy amikor egy gyermek távozik ideje korán, akkor azt próbálja bemutatni a szülőknek, és ez egy ütős kijelentés lesz, de muszáj, hogy ez az ember az egóval van, a szülő az egóval van, és hisz a halálban, azaz el van átkozva. Ez így Oké. látom én. Na most, ez egy több száz, meg akár ezer lépéses terápia is, hogy ezeket feloldani, ezeket az ősi, idézőben halál. Az ördög kecsegtet minket a halálba. Aki ezt tudja, az biztos már tudja, úristen, én is gondoltam arra, hogy véget vetek, mert stb. Ezeket a struktúrákat meg kell szüntetni. Azért kell az elme tisztítása és a traumaoldás, hogy ezek a kecsegtetések, ezek a
az úgynevezett csábítások, amit az ördög ad, ne történhessenek meg. Na most a gyermek, aki lejön egy ilyen elég brutális szerepként, vagy szerepet játszva, ezt próbálja bemutatni a szüleinek. Tele vagy traumával, tele vagy konfliktussal, semmit nem oldottál meg, mutatok egy brutál történet, hogy ébredjél már fel, drága. Ezt mi nem tudjuk. Ébresztő, elmondtam, hogy ébresztő, Gáspár, hogy az emberek annyira aludtak, annyira szunyókáltak, annyira elvoltak olyan felszínes dolgokkal, túlélés, mókuskerés, stb. És lent az óceán mélységű elmében, a tudattalamban pedig ott vannak ezek az ősi struktúrák. És a gyermek, mikor leszületik, azt mondja, hogy szeretnék egy nagyon fontos üzenetet átadni, ez az üzenet természetesen kódolva lesz, metaforikusan be lesz bugyolálva, szimbolikusan lesz majd átadva. Ha ezt a felnőtt vagy a szülő felfogja, azaz van olyan tudatosságon, akkor a szülő is meggyógyulhat, és a gyereknek sem kell távozni. Tehát ez lenne a lényeg. Erről beszéltem egy párszor már, hogy az egész életünk egy színpad, mint a Shakespeare mondta, csak azért nehéz dekódolni a dolgokat, mert nem spirituális és mély elmei szinten nézünk rá a dolgokra, hanem fizikailag. Amíg, ezt így fejeztem ki eddig, hogy a fizikai síkot ütlegeljük. Einstein is mondta, hogy nem lehet egy problémát megoldani azzal a szintű gondolkodással, amivel azt mi teremtettük. Magyarul tudatosságot kell emelni, azaz üríteni ki az elmét, azaz oldani a traumát, megismerni az elmei spirituális és a kvantumpszichológiát, és akkor van áttörés. Akkor jövünk rá, hogy te atya, gatya, ezt én teremtettem. Ezt tudom másképp is irányítani és idomítani, és ahogy csináljuk ezt a másképp, az élet egyre szebb és virágozóbb lesz. És ezt próbálják nekünk bemutatni, hogy ugye jön itt az új föld, Péter. Ez felelőssége jár. Beszélok egy picit más témát, mert ez is persze, jó persze, tudni. Nem. Oldjuk ezeket. Az eddigi földőrzői, a plédiek, az andromédák, nem tudom, hogy mondják, tökéletesen magyarul, angolul tudom csak, az arktúriének, ezek már nem akarják a földet őrizni. Át szeretnék adni nekünk ezt a feladatot. Ezért van ez az emelkedés, megörököljük a Földet, tehát ez a háttér történet. De ahhoz, hogy mi megörökölhessük ezt a Földet, a leggyönyörűbb bolygó az univerzumban, ahhoz tudni kell, hogy mi folyik az óceán alján. És ez nagyon hiányzott. És ebben a rendszerben, tudod, ahol eddig éltünk, nem tanították az embereket meg az igazi megoldásokra, az igazi válaszokra, és kihasználták a mi tudatlanságunkat, és most ez is változik, ez is billen a feje tetejére. Tehát ez az üzenet. Tehát akkor azt mondod tulajdonképpen, hogy ennél talán kevesebb olyan nagyon brutális dolog van, mint amikor megszületik egy gyermek, akár egy SMS vagy egy DMS, akikről később derül ki. Tehát ők teljesen egészséges gyerekek, nem látszik rajtuk semmi, eltelik egy-két év, akár 4-5, mivel ugye ez nagyon érzékeny, hogy csak egy bizonyos génmutációnál történik egy, mintha csak egy pici hiba, ezért a szülők megnyugodnak, minden rendben van, minden tökéletes, az én kicsi fiam fantasztikus. És utána, ami történik, Robi, ott, tehát hogyan lehet fölkészülni arra, hogy egyik nap még ez van, másik nap meg már teljesen más van. Tehát hol lehet? Föl lehet-e a szülőt, amikor már ezt megtudja, hogy ne egyből a lejtőn lemenjen, hanem valahol egy konszenzusra jutni, hogy együtt kell dolgozni, és nem csak a gyerek a fókusz. Mert én azt látom, hogy azonnal a gyerek lesz a fókusz, és kiszedik belőle a szülőket, ők lesznek a gyámok, ők lesznek, akik viszik ide, viszik oda. Nyilván úgy hívják ezt, hogy multidisciplináris medicinában megkapják ők is a mentális támogatást, de azt érzem és azt kérném tőled, hogy ebbe adjunk egy kisebb fajta betekintést, amennyire tőled telik, hogy van emellett olyan, hogy
együtt, közösen kell ezen dolgozni, nem csak a gyereknek van ezzel feladat. Igen. A gyermekeink mi vagyunk a jövőben. Tehát ott te is Kevesen tudja. van ez a future pace. Tehát nézd meg, hogy néz ki az életed 10 év múlva, 5 év múlva, stb. És amit látsz, följön neki mentális képek, meg érzések, és akkor azt mi tudjuk korrigálni. Vagy elfogadjuk, mert jó az irány, vagy korrigálunk. Na most ezt az emberek nem csinálták. A fizikai síkon ugye kell a támogatás, akkor van ez a gyászérzés, de igazándiból ami történik az, hogy az emberek eddig játszották az áldozatot. Nincsenek áldozatok. Mi játsszuk az áldozatot. Ez egy rossz ego program. Azt kéne csinálni, hogy belerugok a méhkaptár közepébe, jó? És akkor utána majd az emberek istentelenek. Amikor az ember a haláltól fél, él, akkor az ördöggel van, és Isten ellensd, de ezt nem tudja. Eszméletlen mély az elme. És tele vagyunk olyan rossz programokkal, hogy titokban, de nem is olyan titokban, az ember az életet elátkozta, az Istenre mérges, de nem vallásos, hanem a forrásra, ezt nem tudja, ez az elmei program. És amiatt, hogy ő így viselkedik, az környezete csak azt tudja lejátszani, amit az ember elmébe létezik. Játsza az áldozatot, ő próbál menekülni attól az érzéstől, hogy egy rossz szülő, felelőtlen, tehát kivetíti az ő felelőtlenségét. Ó, hát majd ők megmentenek az orvostudom. Az orvostudom nem fog megmenteni, mert az a matrixi rendszernek egy ága. Az új földön egy új orvostudomány lesz, ami belevonja nem csak a fizikai testet, hanem a spirituális testet, az érzelmi testet, stb. Tehát a szülőknek csúnyán fog hangzani, de a mentális tunyaság és hanyagságát jelzi ki ez a gyermek. Traumoldás, mentális oldás, érzelmi oldás. Enélkül nincs kiút. És azért vagyok ennyire brutális, mert már egy milliószor elmondtam, az emberek most kezdenek ráébredni, hogy, ahogy te is mondtad, tényleg mi teremtünk mindent. Igen. Nem az a baj, hogy teremtünk, meg hogy rosszat teremtünk, hanem az, hogy elhisszük, hogy csak ez létezik, és nem korrigálunk. Soha nem tanítottak minket meg korrigálni, és ezt mutatják most nekünk az égiek. Ha örökbe akarod fogadni a földet, és tunyaság nem fér bele. Jó? A fizikai síkon persze kell akkor a gyász, meg a támogatás, a segítség, de igazándiból a mentális áldozati mintákból, erőtlenségből és a felelőtlenségi mintákból kell kiszállni. És akkor a gyerek is azt mondja, hogy tök jó, ennyit akartam, köszönöm. Csináltam egy nagyon érdekes távgyógyítást. Évekkel ezelőtt, mert már nem csinál, mert nincs rá időm. És volt egy, nem is tudom, 6 vagy 7 éves kisfiú kómában. Már 3 hete kómában volt, és én beszéltem vele telepatikusan, és az volt a neve, nagyon furcsa név, eléggé egy ilyen vidéki, itt Amerikában vidéki neve, hogy Cash, K-val. Cash, ugye az készpénz jelent, a C-vel írod, de Cash, K-A-S-H, Cash. És akkor mondom neki, hogy szia, a szüleid megkértek, hogy segítsen kihozni a kómából. Azt mondja, ne hívják Cashnek, úgyis ismersz engem. Máté, és oké, tehát így. Szeretnék ilyen? Azt mondja, én jól vagyok, azt mondja. Tudod, mi a bajom? Hogy apám egy gyámoltalan valaki, és most neki akarok példát mutatni arra, hogy szálljunk ebből az erőtlen áldozati mintából. Oké. És akkor, mikor csinálok egy távgyógyítást, például állatokon vagy gyerekeken, mindig meg kell gyógyítanom egy picit, persze nagyon mély a gyógyításnak a művészete, meg kellett egy kicsit az apát is gyógyítani, úgyhogy ébredjen már fel, hogy ez a gyerek lejátszik egy kóma betegséget, mivel ő nem az a férfi, akinek neki kellene lennie. Tehát azt mondtad, hogy Eszméletlen apa, brutális. te vagy kómában, nem is én. Pontosan. Pontosan. És nagyon-nagyon-nagyon összetett, csak mondom neked, hogy annyira, amikor a fizikai síkra nézzük, akkor nagyon fáj. Mit rontottam el? Hogy rontottam? Azt mondtad, hogy nem dolgoz az elmédet. Üríts ki a traumáidat, és az élet, tudod, visszatér mindenkiben. Én azt gondolom, hogy ez már egy ilyen lassan, ahogy legalábbis a kurzusodban is hallgatom, ugye, meg hát benne is vagyok, hogy a trauma, trauma, trauma. Tehát tulajdonképpen ez már egy ilyen szlogán lesz, csak Igen. szeretnénk, vagy szeretnéd te is, de most már én is ezzel dolgozok már
nagyon régóta, hogy tényleg az embereknek érje el azt a küszöböt, hogy ahogy ez átmegy azon a véragygáton is, és be tud jutni azokba a tekervényekben, és ott van mellette. Mert nagyon fontos, amit mondasz, de ahogy te mondod, ha nincsen mentor, akkor újra azt érzi, hogy egyedül van, és újra azt a kérdést teszi föl, hogy jó, itt vagyok, megoldom, de ki fog ebbe segíteni. Tehát én azt érzékelem most, hogy a kudarc a kudarcot szüli, amikor elindul azok az úton, hogy jó, akkor hiszek benne. Mert mondjuk tényleg elhiszem, amit a gyerek sugároz felém, még foglalkozok is vele. De utána szintén jön egy akadály, hogy nincs kommunikáció, hiába próbálkoznak, nem kapnak több információt, hogy tovább mehessenek. Na Igen. ebben szeretném még a segítségedet, hogy hadd mehessenek, akik akarnak, mert te is mondtad, csak annak tudunk segíteni, aki akarja, és aki dolgozik. Igen. Nagyon komplex, Péter, ezt te tudod aztán, mert tudod, ott vagy a kurzusainkban, és aztán tényleg ott nincsenek titkok, tehát teljesen látod, hogy aztán minden ez csak nem egyszerű. De a leegyszerűsített verziója az az, hogy el kell engedni ezeket a mentális programokat, miszerint mi kudarcot vallottnak érezzük magunkat. Ahogy te mondtad, kudarc kudarcot termel, vagy teremt. Nagyon, ez egy tőárnyunk, ez egy tőárny történet, a kudarc azért ilyen nehéz. És a kudarc érzése, a hiedelemrendszer, az egész mentális struktúrája pedig eszméletlen dű rohamot kelt az emberbe, ezt most vagy kifejezi, vagy elnyomja. Ez a dűroham, ez az Isten ellenesség. Miért adtál ilyen Minden dűroham. gyermeket nekem? Igen. Igen, hogy tehet? Mit csináltam én rossz, még olyan jó fej vagyok, járt a buráttára van millió rossz programmal, és ezt próbálja neked bemutatni. Na most. Én ezt nagyon-nagyon sokszor mondtam már, és te már kezded látni, vagy szerinted már látod, hogy ez tényleg nem vicc. Igen. Olyan ilyen billenő kapcsolók vannak az elmében, hogy az ember nem érti, hogy mennyire dühös és gyűlölködik. És nem ez a gond. Persze, hát átment rajtunk az úthenger, a tehervonat, a bányai, már annyi sallert kaptunk, már unjuk. De addig nincs kiút, és addig nem tudunk újat teremteni, amíg belül ezt el nem engedjük, azaz ki nem tisztítjuk. Ami most történik, mert ez egy segítő, ez egy pozitív dolog lesz, hogy bekapcsolták a telepátiát. Mindig is telepatikus lények voltunk, csak a DNS-ünk le lett redukálva 4-5%-ra Atlantis után, és most kezdik felturbózni ezt a DNS kapacitást. Minél több önmunkát végzünk, annál inkább aktiválódik a DNS-ünk. Tehát az elmei munka aktiválja a DNS, minél jobb a DNS kapacitásunk, annál kevesebb problémával küzdünk. Ebben benne van az egészségi küzdelem is. Mit akarok ezzel mondani? A telepátia az egy pár embert, jó pár embert meg nagyon fog zavarni, mert nem tudja, hogy most ki beszél. Megijesztő. Így van. Ez ijesztő. Viszont ezt a telepatikus képességeinket fel lehet használni a gyermekekkel való kommunikációra is. A szülők meg vannak szakadva a gyermeküktől. Aki csak fizikai síkon gondolkodik, az lát egy fizikai testet, ami nincs jól. És egy kicsit nem a saját bánatát és az áldozati mintáját próbálná táplálni, hanem azt mondja, hogy mire van ennek a gyermeknek szüksége ahhoz, hogy jobbra lehessen. Tudod, ez a baj ebben a régi traumatizált világban, a Matrixban, hogy annyira magunkon belül hordoztuk a sebünket, hogy nem láttuk, hogy mi teremtettünk egy világot a mi programjaink szerint, és akkor az ego elkezdi a külvilágot analizálni, és teljesen felelőtlenül itt maradunk, és tovább teremtjük a nem kívánatos. Ennek van vége. Erre mondtam sokszor, takaríts ki a burádat, megváltozik a világ. Nem lehet probléma, ha az emberi elme gyógyult. Na most, szülőknek meg kell ismerni a gyerekeiket. A legtöbbször nem ismeri a gyereket. Túlélési mintákban vannak, rohannak a munkába, ha otthon vannak, akkor is csak a régi traumákat rezgik. Nem tudják, hogy a gyerek mit akar, és ki a gyermekük. A legtöbb gyerek, főleg ezek a fiatalok, ezek ítik.
2012 után már mindegyik egy ilyen földön kívüli kis gyerek, azért le, hogy figyú, mutatok valamit, és még mást is mutatok. És ha az ember erre nem nyitott, én nem szeretem ezt a szót használni, ez az azt adja át, hogy ez egy opció. Nem, nem opció. Ez van. Van. És a Igen. buta mátrixi gondolkodásban ezt kiröhögték. Erre mondtam, hogy na figyelj, te ne játszd az eszed, tudod, mert ez a butaság. A Szonyával emlékszel, beszéltük, ő ostoba gondolkodásmód. És a gyerekek azt mondják, figyelj, lehet, hogy ostoba voltál, mindenki volt, az egy fázis, lépje ki belőle, gondolkodj másképp. És ezt mutatják be. Jó? Tehát kell a fizikai síkon ez a támogatás, viszont egy eszméletlen ébredési fázisban van most az emberiség. Az égiek bekapcsoltak olyan kapcsolókat a DNS-ünkbe, hogy már nincs. Már az emberek kezdnek rájönni, hogy tényleg mi vagyunk a teremtésünk ura. És akkor most kell megismerni azokat a logikai, pszichológiai, tudod, ilyen dominó effektusokat, hogy teremtsük azt, ami nekünk jó. És néha nem tudjuk, hogy mi. Mert amikor Hát nem. ránézzünk arra, akit a világon legjobban vártunk, és nem azt mutatja vissza, amit elképzeltünk, és itt kezdődik a probléma, Igen. akkor vagy vádaskodunk, jobbik esetben az áldozatból, ahogy te szoktad mondani, átmegyünk a full megmentőbe, ami megint egy darálás, ami Igen. megint csak oda vezet, hogy hogyan kompenzáljam, hogy de én segítek a gyerekem, de én megteszek mindent, de én ide viszem, de én oda viszem, de én oda viszem, nem ismerem meg a gyereket, a gyerek elkezd rohamozni, a gyerek elkezd még több tünetet mutatni, mert mondjuk nonverbális, tehát nem tud kommunikálni. És ugye ez Igen. kérdés is majd lesz, hogy azok, de hát válaszoltál már a telepátiával, akik nem tudnak kommunikálni, és a szülő veszi a fáradtságot és a bátorságot, mert ez nagyon nagy bátorságra is van, én szerintem, hogy elkezdjen úgy közeledni a gyerekhez, hogy ez egy adomány, hogy ez egy lehetőség. Mert azt is, ahogy te mondod, hogy ezt megfordítani, hogy én elhiggyem, hogy a rossz a jó, azt még mindig nagyon kevesen alkalmazzák. Én ezen vagyok, hogy tényleg azt mutatni, hogy értem, de nézd meg ebből a jót. Ő itt van. Ennél nagyobb mestert nem találkozhat már. És ő meg fog tanítani, csak engedd neki. Ez persze az egészséges gyerekekre is igaz, hogy ők azért jönnek, hogy segítsenek, csak hát én vagyok a felnőtt, ezt én tudom. Hess. Igen. Na itt hol kell, hogy találkozzon ez a kettő, hogy azért oda sem menjünk el, hogy mi vagyunk a megmentők, és vigyük ide, vigyük oda. A tiszta elmélyű ember, a gyógyult ember az nagyon céltudatos, és mindent meg tud oldani. Amikor az ember, ugye most a szülőkről beszélünk, én is beszéltem egy párral, a gyermekem ebből a kórházból ronok, ide a kórházba, mondom, miért nem oldott fel a saját traumáidat, lejátszott a te traumáidat, és néznek, mint Miről Bóri az új beszélsz? kapura. Mondom, nem érted? Nem érted, hogy ez a te teremtésed, és hogy csak lejátsz egy színpadi felvonásban a benned lévő elakadásokat? Ez a felelőtlenség. Tudom, hogy Igen, nem ezt a felelőtlen. választ várt az ember, de nincs kiút. Én még kedves vagyok és finom ahhoz képest, amit most az égiek meg fognak mutatni nekünk. Azért mondom, itt a recept. Elme, eltakaríts ki a traumáit, és meggyógyul a gyermeked. Mit tudod? És bármiféle, ugye ilyen idegrendszeri, meg izom, motor, ezek a motor, a dolgok vannak, azok a megoldatlan traumák és az erőtlenségből erednek. Ez az egyik fő ok. Tehát ezt Erőtlenség. mutatja be a szülőnek? Igen. Aha. Nincs erő. Nem tudok beszélni. A hangom nincs. El van nyomva. Ez benned van egy múlt feloldatlan traumakup. Mik nem mondtál ki? Mi ez, amit elhallgatsz? Mitől váltál passzív-agresszívá? Miért nem álltál ki magadért? Miért vagy gyáva? Én itt vagyok, bátran megjelentem egy lerombolt testbe, hogy segítsek neked rálátni a te gyengeségeidre és a feloldatlanságaidra. És milyen Oké? érdekes, hogy hozzáteszem, hogy ez örökletes.
Tehát tulajdonképpen meg is mutatja, ki is Persze. mondatja a szülő, hogy Persze. örökölted, tehát csak belőlem, meg Persze. a másikból Így jöhetett. van. Evidens. A DNS-en mennek tovább a programok. Ezek Így programok. van. És ha tudod, ha most tényleg, én tudom, hogy ez érzelmeket fel fog kelteni, de keltsen, Helyes, keltsen. helyes. Tudod, Kell. ez az áldozati szerep, amit az ember játszott, ennek vége. Ez már tudod, már nem úgy rossz. Tehát már rossz nézni. Tudod, tehát fáj nézni, és hát már nem évtized, hanem már 14 évvel ezelőtt mondtam, hogy fáj ezt nekem nézni, amit az emberek csinálnak. Én tudom a receptet, csak nekik, tudod, nem volt eddig nyitottságuk rá, mert nem volt meg a tudatosság, meg bizonyos kapcsolók nem voltak még bekapcsolva. Az a lényeg, hogy a gyermekeink sokkal nagyobb spirituális és tudatossági rezgéssel bírnak, mint mi, a szülők. Ezt a legtöbb szülő lerombolja, mert próbálja visszahúzni a maga által megtapasztalt világ érvénye, vagy a rendszere szerint. Beszéltem erről többet. Vigyázz, kicsikém, mondja a szülő, ezt ne csinálj, mert baj lesz. Miért lenne baj? Neked volt baj, neked volt egy elengedetlen traumád, neked volt egy rossz tapasztalásod, lehet, hogy a gyereknek pont erre van szüksége, hogy jó életet teremthessen. És így vetíti ki a szülő, húzza vissza a saját gyermekét vissza a betegségbe. Ami most fog Tehát olyan, történni, amiben... mintha az ő áldozatiságát felül akar írni a saját áldozatiságával, hogy de hát fiam, én nagyobb áldozat vagyok, de hát anya, apa, hát én vagyok aki nem tudok mozogni. Nem, én. Tehát olyan, mintha Igen, pontosan. én akarnál lökni. Ah. Igen, eszméletlen gazdag az elmevilág, és tudod, azért én le tudom bontani, tehát én le is bontom, tudod, de nem nyilván, élvezek a videó, ezek tréning kurzusokba kellnek, mert van ez struktúrája. Szűrve, igen. Hát én pontosan tudom azt a pár ezer dolgot, ami ezt teremti, és tudom megoldást is rá. Csak az ember, kérdés, hajlandó az ember hallani? Legtöbbem nem hajlandó hallani. Annyira a maga kis burkában és a maga mókuskerekében gondolkodik, hogy azért redukálta le magát az emberiség. Most ez meg fog szűnni. Ezt mondtam, és tudod, neked, de megmondom most nyilvánosan is, mert nagy szüksége van az embereknek igazi tudásra. Ez a felszínesség, ami itt volt, ez a hablocs, ez ennek, én ettem már, nekem heróton volt. A legtöbb embernek van egy olyan hiedelme, gyereket beleértve, a beteg gyermeket is, de a legtöbb szülőnek is, hogy ő nem méltó arra, hogy megmentsék. Erről írtam a könyvemben, második Igen. fejezet. Érdemesség, méltóság. Ez egy olyan kapcsoló, hogy minden emberben ott van, hogy nem érdemli meg a jót, a jó életet, a jó egészséget, és nem méltó arra, hogy megmentsék. Emiatt menthetetlen az ember. A saját tudattalan hiedelmet teszi menthetetlen és gyógyíthatatlanná. Ez egy fő kapcsoló. Erre mondták, hogy Jesus saves, a Jézus megment. Ez egy metafora arra, hogy kapcsold be magadban a menthetőséget, ami azt jelenti, hogy vállalj magadért felelősséget, és ne játszd az áldozatot. Ezt a hiedelmet, ha nem oldjuk ki, hogy ez az illető nem méltó arra, hogy megmentsék, és ott rezeg mindenkiben, akkor elakad, és játsza tovább az Isten káromló áldozatot. Durva? Durva. Nagyon. Hát... De az az. Erre mondtam, hogy nekem olyan képzésem van, és én átlátok ezen a millió rossz programon, és már nem tudom, hogy mondani, hogy ébresztő. De most legjobban nekem az jött, ahogy most így mondtad, és lehet, hogy ez egy, vagy kérlek, egészíts ki, vagy, hogy mint üzenet. Tehát, hogy egy ilyen valóban súlyos, mert tényleg aki, mint szülő, egy ilyen gyermekkel van, és tudja, hogy ő a gyermeke, tehát tudja, hogy annál nagyobb szeretetet sugározni egy gyermek felé, ez egy font, erre készült, erre vágyott, ott van. De
csak a külső alapján, ugye eleve van egy külső megítélés, hogy szegény, ahogy tartja, tehát azok a külsőségek, de hogy egy gyerek egy olyan fantasztikus dolgot tesz elé, hogy anyu, apu, engem meggyógyíthattak. Igen. Itt vagyok, és nézzétek meg, hogy micsoda teremtő erőtök van. Ha mindazt, amit én itt most átadok nektek, és ezt ti magatokban, ahogy te mondod, integráljátok, én is meggyógyulok. De kérlek, hogy ezen együtt dolgozunk. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb adományt, hogy egy gyermek így választja ki a szüleit, tulajdonképpen a ritka betegség egy ritka adományt rejt Igen. magában, ha ezt én most egy jól fordítom. Csodálatosan mondtad, tényleg csodálatos. Mondok egy pici technikai részletet is, mert Hogy? Mindenféleképpen. ott kell a több rétegű információ átadás, mert akkor kezd összeállni a kép. Így van. Amikor az ember egy sérült testtel születik le, annak van még egy olyan oka is, hogy egy múlt életben nem szerette a testét, és akár véget vetett neki. Öngyilkosságot, csonkítást, ilyesmit tett. És akkor azt csinálja az univerzum, hogy oké, persze a lélek szinten ez mind alá van írva, a gyermek, tudod, az illető egyetértett. Persze, ez fontos, ez jó lesz. És amikor leszületünk, akkor áll ketté az ember füle. És amikor egy múlt életben bántottuk a testünket, megcsonkítottuk, vagy akár öngyilkosságot is követtünk el, ami a halál ego struktúrának egy lépése. Ez egy elmei programsorozat. Akkor kap egy olyan testet, ami kompromisszumos. És ez a kompromisszum, most ezt látod, mert ezekkel dolgozol, viszont itt az a megoldani való, hogy szeresd a testedet, ne legyél gyűlölködő, Isten ellenes, ez a Szent Grál, te nem is tudod, hogy Isten ellenes vagy. Tanuld meg megszeretni ezt a verziót a testnek, meg tudod gyógyítani, hogyha elég magas a tudatosság, de szeresd meg ezt, tápláld, nem tápláld, mi a jó szó? Nurture, ez az angol szó, hogy nurture, hogy vigyázz rá, gyógyítsd, tudod, láss rá másképp, ne úgy, hogy ez egy nyűg, meg valami, és akkor feloldod a te karmádat. Na most a gyermek, mikor leszületik ezzel a testi baj, ez a szülőknek is a karmája. Így van. Oké. És ott kezdődnek a bonyodalmak. Így van. Igen. És vissza a felelőtlen gondolkodásért, a gondolat teremti a külvilágot. És most, hogy vissza a leges legelei, mikor elkezdtük ezt a beszélgetést, most az a kihívás, hogy minden jön ki. Olyan dolgok, ami millió inkarnációval ezelőtt történt. Tehát nekem is, hogy mondtam, a sípcsonton megjelentek ilyen oroszlán marások. Ezek ősi traumák, sajnos, nem sajnos, a mi testünkön keresztül eresztődnek el ezek az ősi traumák. Akkor lehet azt mondani, hogy például, már bocsánat, hogy így mondom, hogy nehezítsük a terepet, hogy ezeken a gyerekeken is akkor kijön. Persze, Még persze. nehezítésképpen Igen, még jön igen. rajtuk, amikor Így ugye van. akár egy rohamban, akár bármilyen, ami eddig megszokottnak tűnt, mert mondjuk úgy, hogy hozzátartozott a létükhöz, most rajtuk keresztül is még Így erősebb van. Így impulzusok van. jönnek. Ami Így viszont a van. szülőnél nyilván ugyanúgy kivágja a biztosítékot, hogy itt a vég, Igen. most mit fogjuk csinálni, megint cipelem ide-oda-amoda, de közben csak így, remélhetőleg ezzel a videóval egy kicsit azért lenyugodnak, hogy most ez egy velejáró. Igen, velejáró, mondom, rajtam is kéne olyan csomó minden, de ezt kérték tőlünk, hogy a mi ezek a, vagy a testünkön keresztül engedjük el ezt a sok ősi rossz mintát, a lerakódást. 2022. december 25-e óta véget ért ez az önző világ, és azért is egy kicsit kapaszkodik most az emberiség, mert nem vagyok jó szülő. Hát én mindent megtett, nem rólad szól, Szóval. a kollektívról szól. És most ami jön ki rajtuk, az a kollektív. Csak tudod, akkor ez félre magyarázta, ez a somó izé, ilyen felszínes tanítás, hogy ez nem a tied, de a tied. Te vagy a kollektív. És ez megint a felelőtlenség. Tudod? És ahogy mondtam, december 25-2022 óta egy és egy dolgunk van. Magunk
által megtapasztalt dolgokat az elmei síkon elengedni, integrálni, hogy ezt a lendületben lévő teremtést, ami nem olyan tetszetős, megszüntethessük egyszer és mindenkorra. Ennek vannak kellemetlen aspektusai, ennek vannak testi aspektusai, és ennek van az az aspektusa, ami azért eléggé hátborzongató, hogy a gyermekeink is lejátszanak olyan ősi szerepeket, amire mi legvadabb álmunkban nem mertünk volna gondolni. Felelősség, felelősség, felelősség. És ez eddig hiányzott. Ezt te érted, Péter, én tudom. Csak azért, hogy tényleg az többször kell mondani valamit, az emberek nem akarják hallani, mert felelőtlenségre voltak programozva. Igen, benne is van a felelősségben a fél. Tehát, hogy a másik Igen. felét is be kell vállalni Igen. legtöbb esetben. Hiszen, Igen. ha én felelősséget tudok magamért, a gyermekemért vállalni, akkor nagyon összességet egy új földért is tudok. Ez, amit te is mondasz, ez a beugró. Tehát Így van. Ez... enélkül hova akarunk menni, ha Igen. az önzőségünket nem tudjuk feladni, és csak arra gondolunk, hogy Úristen, nekem most milyen rossz. Nem, neki rossz. De ő azért jött, hogy nekünk jó legyen. Így van, ne Teljesen jó. pontosan, pontosan, és tudod, erről aztán tényleg hetekig lehet Hetekig beszélni, lehetnek szerintem. csak meg kell gyógyítani az erőtlenségünket. Ez az, Az nem is, erőtlenség. ezt mondtam többször, nem szeretet hiány a legnagyobb gondunk, hanem erőhiány. Elutasította az ember a teremtő erejét, szexuális erejét, a személyes erőt, a nő a női erőt, a férfi a férfi erőt, és egy ilyen vákumba vagyunk, és az univerzum próbál metaforákon és külső történeteken keresztül rásegíteni minket arra, hogy nézd, hiány van, nincs be, nem vagy erődbe, a gyermeket sincs erejébe. Ez izom probléma az az erőtlenségnek Igen, egy pont ezt akartam töredéke. kérdezni. Igen. Tehát azt tükrözi, Jó. hogy szedjétek össze magatokat. Tehát az Igen. üzenő fal tulajdonképpen a gyermek a szülők részéről, tehát a része felé, hogy figyeljetek rajtam, hogy mi az eltérés, dekódoljátok, de ugye ebben kellene az a mérhetetlen nagy tudás átadás, vagy segítség átadás, amit te képviselsz, hogy ezt minél hamarabb, minél precízebben, minél mélyebben át tudják venni, és tudjanak haladni. Én tudom azt, hogy nagyon sok szülő, amikor átmegy ezen a traumán, és sajnos benne marad, mert azért nagyon sokszor nyilvánvalóan leélnek évtizedeket ezek a gyermekek, de a szülő, hogy elkezd keresni, ugye azért ezek nagyon traumatizált szülőké válnak, hiszen keresik a megoldást. Tehát ez ugye nagyon is igaz rájuk, hogy mennek, kutatják, tényleg akarnak tenni, és még nagyon is természetesen szívből teszik. Csak úgy tűnik, hogy bizonyos részük kimarad olyan dolgokból, ami most már, hál' Istennek, rajtad keresztül is jelen van, és most már találhatnak olyat, ami nem csak kapaszkodó, hanem egy olyan, ahogy te mondanád, egy kapcsoló, amivel elindíthatnak. Egy teljesen, azt gondolom, hogy tapasztalatban mondom, hogy egy teljesen új dimenzió. És ez Igen. csodálatos. Tehát én ezt Igen. üdvözítem. Igen. Mondtam ezt, Péter, és nem akarom így a magam molmára hajtani a vizet, mert nincs rá szükségem, csak én átlátok az embereken. Én tudom, mi a problémájuk. Én tudom, mi a világban a probléma. Ez engem már nem frusztrál. Egy időben nagyon frusztrál. Tudod? Én látom a megoldást, csak az ember hajlandó-e hallani. Amíg a mókuskerék, tudod, zajong, addig, jaj, de hát nem érted, én értem. Erre mondtam még a visznátszörnyes, hogy csücs, üljél már le. Másképp működik a világ, és van ki. Ezt is megmondom a nézőinknek, mert ez is segít, csak ehhez kell háttértudás, hogy Persze. igazán a mélységeit, hogy nem lenne probléma a világon, ha nem lenne bűntudat. Hát ez... Oké, nagyon mély, de tudod, ez egy nagyon magas röptű kijelentés, ennek is már a millió alverzióját. Az a lényeg, ha az ember meg tudja magától kérdezni, hogy miért van bűntudatom, mondjuk ebben az esetben a szülők, akik tudod, egy Igen. ilyen, ha gyermekük van, mi az, ami miatt te bűntudatba szenvedsz, mi az, amit nem ismersz el, mi az, amitől félsz kimondani, és ha ezeket az emberek kicsit át, akkor már kap egy magasabb rezgést arra, hogy beindulhasson a megoldás. Amíg a bűntudat
vezérel minket, addig csak bűntudatos megoldásokat tudunk Találtam. találni. És az ördög erről szól. Félmegoldások, felelőtlenségek, a szabadságunknak a félreértelmezés, és nincs rálátása ebben az energiában az embernek arra, hogy egy magasabb szintre ránézze itt a megoldást. Jó? Tehát ezt mondanám így a szülőknek, a nézőknek, hogy minden probléma legesleg első, így a megold, vagy a lépési, nem tudom, most értem, de azt hiszem érthető, Legelső hogy lépés, igen. miért van bűntudat, mi miatt, mi az, ami feljön neked, ami miatt te bűntudatot érzel, és még mi, és még mi. És akkor az ember egy kicsit elkezd úgy belemenni a mélységbe, és az, hogy hát azért, mert, és minél őszintébb az ember, annál inkább kezdi felhúzni azokat a programokat, ami megadja a következő lépést, és a fényhez, azaz a gyógyuláshoz vezető utat. Igen, hiszen ezt látom, hogy azért is, ha már ugye így kezdtük, hogy ritka betegségek, örökletes. Tehát ez mindig egyén specifikus, család specifikus. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez mindenkire érvényes. Nem, arra a családra értelmes. Ott, hiába keresem máshol, ha ezt nekem hozták létre, nekem van vele dolgom, vagy az őseimnek, vagy bárkinek. Így Ha van. ez idáig se jut el, akkor van az, hogy kívül keresem a megoldást, és nem belül. Igen. De Robi, egy kérdést. Mi van akkor, mert teszem föl, és találkoztam ilyennel, amikor a szülő sajnos erre nem vevő, akkor a gyereken keresztül, aki viszont nehezített pálya, mert mondjuk nem tud kommunikálni. Hogyan álljunk neki? Hogyan interpretáljuk ezt rajta keresztül a szülőknek is? Tehát, hogy hol tudunk egyáltalán kapcsolódni, hogy itt az a szándék, hogy a gyerek ezt engedi, hogy megcsinálják rajta ezt a segítést. Megtehetjük, ha ő belemegy? Arra gondolsz, Péter, hogy Arra. Arra, igen, hogy arra. belenyúlsz valamiféle egyezménybe, egy magasabb Na, egyezménybe. így, pontosan, köszönöm Oké. szépen. Okay. Hát a Igen, ez egy nagyon... lélekszerződésbe belenyúlhatok-e így? Igen, igen, Az oké. ülő. Értjük mi egymást most már telepatikusan is, persze. Igen. Amikor egy gyerek odajön hozzád, és van ez a rapport, mikor érzed, hogy itt egy gyerek, egy eszméletlen, egy tűnemény, egy isteni teremtés, és ezt már telepatikusan te tudod, minél tisztább az elménk, annál inkább látjuk a Igen. kincset a másikba. Minél kevésbé tiszta az elménk, annál inkább látjuk Minden mást. a kihívásokat, meg a félelmeket. Na, lélekszerződés az nagyon sok, akár több tízezer lépésből is állhat. Nagyon precíz, az olyan, mint egy ilyen legális, tudod, egy ilyen dokumentumot, a legtöbb ember megszédülne, ahol elkezdeni olvasni. Van egy lélekszerződés a gyermek és a szülők között. Aha. Általában erről beszél, hogy a szülő az nem vevő, ez nem azért, mert fél. Fél. Mindenki vevőnek kéne, hogy legyen, de fél, és bűntudata van. Ezt el kell kezdeni oldani. Ha a gyermek veled telepatikusan, érzelmileg, magasabb szinten, intuíció, vagy kommunikálsz, hogy itt vagyok, segíts, akkor engedélyt kapsz. Én nem dolgozom senkin és senkivel, amíg vagy ez az ember alázatosan azt mondja, hogy figyelj, segíts, tényleg kérlek, segíts. Tök jó, kapcsoló, bekapcs, fölkapcsoló, bekapcs. De vannak nekem még olyan ilyen check pontok, hogy fentről kapok-e jóváhagyást. Igen. Oké, tehát ez az intuíció. Voltak olyanok, hogy fentről mondták, hogy azonnal, most belemondod neki ezt, megállítod ezt a folyamatot. Van olyan, hogy valaki például nagyon akar valamit, segítséget kér, törmöztek, hogy nem, amíg ez a lépés nincs megtéve. Na, erre is Oké. kíváncsi vagyok. Mert ez is érdekel, amikor a szülő viszi oda, és akkor ez a szülő mondja, hogy segíts. Igen. Viszont én nem nyúlhatok be, mert ennek a bocsánat, hogy ezt mondom, és lehet, hogy ez is kivágja a biztosítékot a szülőkben, nem segíthetek. Mert neki így kell leélnie. Igen, Ez ilyen is mennyire van. erős? Mert hogy Igen. ez az. Tudod, nagyon nehéz mély tudású gyógyítónak lenni. Ezt tapasztalom. Oké. Okay. Ezt hívtam eddig hablacsnak, felszínes félmegoldások. Ez a definíció igazán. Igen.
Ez a finomabb, igen. A mély tudású gyógyítóknak most már más a feladata. Az invertált matrix átbillent egy, hála Istennek, egy uninvertált verzióba neked. Ha azt mondják, hogy itt a gyermek, dolgozz vele, segíts neki, de ugyanakkor a szülőt is fel kell nevelni, spirituálisan. Magyarul, ez nem egy csúnya dolog. Kedves Nem. szülő, ez, amit ő most lejátszik, az ez, a benned lévő trauma, a gyógyulatlanságod, a te felelőtlenséged, és ha azt te egy integrált helyről ki tudod mondani, azt fogod megfigyelni, hogy lehet, hogy kicsit tudod, elkezd a szája széle mozogni, de azt mondja, hogy basszus, igazad van. Köszönöm. Én ezt tapasztalom, hogy erre mondtam, hogy Isten igazságot beszélni. Isten igazságot nem tud az ember beszélni, amíg az elméje nem üres. Nem lehet, mert rosszul esik, nem esik ki. Úgy érezzük, hogy megbántjuk a másikat, úgy érezzük, hogy valami rosszat mondtunk, úgy érezzük, Igen, hogy igen. tudod, a torkunk elakad, az nem Isten igazság. Már Azért, igen. tehát a gyermeket, ha neked föntről megjön az engedő, csináld, csináld, tudod, hogy több ezer lépés potenciálisan, de a szülőt is fel kell egy olyan érzelmi és spirituális szintre hozni, hogy ő is lássa az ő teremtését ebben. Magyarul. Ez A egy szintmag. támogató közeget kell létrehoznom közöttük is, hogy Így van. ne Így van. rontsa, hanem legalább Így van. tudja meg. Így Oké. van. És valahol én ezt a szerepet, vagy ezt a funkciót már élvezem. Hát Mert igen. jó, azt te is látod, hogy ilyen kicsikém, erre gondoltál már? Nem, na jó, és erre se gondoltam, és bum. És akkor az embernek van egy új, egy csomag, miszerint ő tud másképp gondolkodni. A gondolkodásunk vezetett a körülményhez. A legtöbb ember a körülményt próbálja változtatni, anélkül megváltoztatná a gondolkodását. És Hát ez maga a teremtés. Nem? Hát ez pontosan, maga, amit pontosan. mondasz. Tehát ezt mondták el, ezt vették el tőlünk, hogy nem tere, azt mondták, hogy nem teremthetek, nem Nem tudom. teremthetsz, és e szerint a recept szerint teremtsd, de az félrevezetés volt. Lopták az energiánkat, Így. átcsatornázták, átirányították, a jót, rosszat adtak vissza. Tehát nagyon durva dolgok folytak itt, és amit akartam mondani, azon kicsit elgondolkodtam, itt csendben voltam, hogy Dolores Cannon, mikor tanultam tőle, ő mondott még egy olyat, ami nem újdonság, csak jó néha újra kimondani. A gyermeknek egy baja van, a szülők. Oké, okay, boom. És mi a baj? Mentalitás, gondolkodásmód és az elmei program. Ezekkel kitak, hogy a gyereknek semmi baja nem lenne. Jó? És ja, most azt hiszem ennyi. Nem, teljesen, hiszen még hogyha mi ugye még gyerekek vagyunk a szüleinknek, de a gyerekeinknek a szülei. Tehát ugye nyilván ez már is okoz egy kis bonyodalmat, hogy akkor melyik lényünk az, amelyik ugye érvényesülni akar, a gyerek vagy a szülő. Tehát nyilván mind a kettőt föl kell nekünk is nevelni magunkban, hogy a gyerekünknek tudjunk segíteni. Mondok még valamit, mert jött föntről egy üzenet. Azt kérem is. Ez neked biztos, hogy regisztrálódni fog a nézőknek, meg lehet, hogy egyszer-kétszer vissza kell hallgatni, de nem baj. Az ego világában, amiben egy millió háttér, tudod, ilyen szabrutin folyik, van egy olyan általunk dicsőített program, amit úgy hívnak, hogy versengés. Angolul ez competition. A competition az egy nagyon, az a versengés, egy nagyon érdekes energia, mert a szülő és a gyermek között is van ez a versengés. A két szülő között is van egy versengés, és tudom, hogy te is dolgoztál versenyzőkkel, tehát még beszéltünk is erről. Na az a lényeg, hogy ez a versengés, ezt eladták nekünk úgy, mint egy egészséges energia. Mi nem is Pontosan. tudjuk, hogy ezt csináljuk. Ez egy tudattalan struktúra. És az történik, hogy az ördög, ugye az ego elhitette velünk, hogy ez egy egészséges minta, de ő közben verseng az Istennel. Bármikor versengünk valamivel, be akarjuk bizonyítani annak a másiknak, hogy nem ért hozzá.
Magyarul elátkozzuk, és ha, ez egy durva dolog, de hogyha a szülő így egy kicsit rákezdene érezni, hogy így verseng a gyerekével, de közben mondja neki tudat alatt, meg tudattalanul, hogy úgy se fog menni. Oké. Bum. És ugyanez megy a két szülő között, az anya lánya között, az anya apja között, ezek a versengési a minták és az egónak ezeket hívják igazán ez a conspiracy theory, tehát ezek a konteós teóriák. És ezt az inváltásban ezt átbillentették. Az igazi, ez a konteós teória az ördög és az Isten közötti harc. Az ego elhitette velünk, hogy az Isten rossz, az gonosz, az ezt akarja tőled, ő nem ért hozzá, és akkor hiedelmek futtatják a világot, és akkor elhitette az ellenkezőjét is, az, hogy az a konspiráció, vagy az a konteós teória, hogy te próbálsz a fény felé menni. Próbálsz gyógyulni. Az emberek nem értik, hogy mennyire félre vannak drótozva. Jó? Tehát mit akarok ezt mondani? Vegyék észre az emberek, hogy tudattalanul versengenek. A világgal versengenek a teremtéssel, támadják a teremtést, támadják a saját gyermeküket, támadják önmagukat, a partnereket, és ez egy nehéz téma, fentről jött, meg kellett, hogy osszam, mert hogyha ezt a versengést elkezdjük oldani, akkor adjuk át magunkat a teremtésnek. Addig az ördög játsza a támadó játszmáját. Azt gondolom, hogy ez tökéletes, és ritka szerintem, nem csak a betegség, amiről beszéltünk, hanem az a megközelítés, ahogy azt gondolom, mindezt feltártuk, és én sokszor szeretném, hogyha még tudnánk ilyen dolgokról beszélgetni, mert amennyire kevés embert, annál több embert érint, amit te most elmondtál, és én nagyon-nagyon örülök, hogy ez a beszélgetés létrejött. Ha bármit még meg szeretnél osztani, mert még kikívánkozik, akkor azt Okay. nagyon szívesen meghallgatom, mert látom, hogy igen. Igen. Amit itt elmeséltem, vagy elmondtam erről a konteós dolog, ez nem azt jelenti, hogy a földön kívüliek, meg stb., hanem a magunkon belül lévő konfliktusok, a világ felé való haragunk, dühünk, stb. Ez most meg fog jelenni, és már meg is jelent nagyon durván a kapcsolatokban, a párkapcsolatokban. Az égiek segítenek nekünk kibogozni ezt a nagyon elég utálatos mintát, amibe mi a párkapcsolatok, meg a partnerválasztásokat vagy hajtottuk végre. Ez egy nagyon jó dolog, mert bántottuk egymást. Minden versengés az egy bántás. A férfit bántotta a nő, a férfi bántotta a nőt. A nő bántja a nőt, férfi bántja a férfit. És van ennek tudatos és látható verziója, és vannak láthatatlan, tudattalan verziók. És az a lényeg, hogy egy csodálatos kapu előtt állunk. Lenéztem, és az idő nálam pont 11-11. Ah. Csodálatos kapu előtt állunk. A mennyország kapuja előtt állunk. És csak úgy mehetünk át, hogyha tényleg ránézünk a magunk mögött lévő teremtésre, és azt mondjuk, hogy nem volt kispályás, ezt a cirkuszt tapsot érdemel, de meg kell változtatni. És tényleg le a kalappal mindenkinek, aki ezzel szembe mer nézni. Ez a bátorság. Ez az igazi bátorság, hogy egy teremtő erő, egy isteni erő van a kezünkben. Ezt mi használtuk, hogy használtuk, és most egy magasabb intelligenciával elkezdhetjük úgy használni, hogy az tényleg mindenki javára váljon, ne versengjünk tovább, ne próbáljuk bizonyítani a világnak, hogy mi ilyenek meg olyan teremtek én, amit nekem kell, te teremted, amit te tudsz, és összerakjuk ezt az energiát a szebb jövőért. Csodálatos végszó. Tehát én azt gondolom, hogy így kell lezárni Igen. egy ilyen beszélgetést, vagy így is kellett kezdeni, de minden olyan részét
imádtam és szerettem, amit ma megosztottál velem, és azokkal a hallgatókkal, akik téged követnek, és remélem, hogy még többen fognak követni. Egy saját tapasztalatból mondtam, hogy élet megváltoztató az, amit te tanítasz és átadsz, és én is tapasztalom másokon, amikor ezt továbbadjuk, azok szerint, ahogy te ezt mondod, hogy maga a csoda. Én ezzel szeretném zárni és köszönni a mai beszélgetést veled. Köszönöm, Robi. Én is neked. Szervusz, Péter. Szervuszok.